egy érdekes este vár ránk, hiszen most csupa amerikai vagy kanadai játékost fogunk látni a következő órákban, mert hogy jön az észak-amerikai bajnokság negyed döntője, és hát itt azért lehet látni azt, hogy bizony, hát ezt meg lehet süvegelni itt Jason Brandonnak a súlyát. Hozzáteszem, ellenfele, aki följött a színpadra, Matt Campbell, aki az első számú kanadai játékos, hát ő sem éppenséggel a filigrán kategóriába tartozik. Na, tehát a lényeg az, hogy egy picit bogozzuk ki a szálakat, hiszen itt most több ágon, két ágon zajlanak az események. Egyszer van egy észak-amerikai bajnokság, és egyszer van egy olyan US Darts World Series, ami tegnap elkezdődött éjszaka, vagy ma egészen pontosan. Az európai játékosok a helyi erőkkel küzdöttek. Itt meglepetésre kiesett Michael Smith, illetve Peter Wright. Egyébként az összes esélyes tovább jutott. Ez az egyik kalap, a másik kalap pedig az a kalap, amelyben ezek a játékosok szerepelnek, akiket ma fogunk látni. Hát szép jó estét kívánok én is a kedves nézőknek. Így van, ez gyakorlatilag egy rendezvényen belül két esemény. Ugye a US Darts Masters World Series állomáson szokták mindig megrendezni a North American Darts Championshipnek úgymond a döntőjét, hiszen ennek rengeteg állomása van egyébként ennek a sorozatnak, hiszen működik egy Championship Darts Corporation nevezetű szervezet, amely Észak-Amerikának a dárcos, profi dárcos életét hivatott felfejleszteni, egyben egyébként nagyon jól haladnak. Itt a North American Darts Championship döntőjében a tét óriási, hiszen aki itt nyer, az belépőt kap az Ellipellibe decemberben a világbajnokságra, és ezen felül pedig nyilván ugye megmutathatják itt magukat körülbelül 110 ország nézőinek. 180! Most Matt Campbell ráadásul nem az a kategória, akit nagyon be kell mutatni egyébként a darts szerető közönségnek, hiszen a kanadai játékos már elég sok tornán látható volt világbajnokságon is. Na, közben a 180 után egy 170-es kiszáll. Az elég komoly lett volna. Szóval igazándiból őt nem nagyon kell bemutatni. Sokkal inkább az ellenfele az, akiről kevesebbet tudunk. 48 éves egyébként Jason Brandon. És 5. helyen van jelenleg ezen a CDC rankingon, közben megoldja Campbell is 1-0-ra vezet. Itt az összes meccs ugye 6 nyert, itt ilyen érdekes páholyok vannak kialakítva. A Madison Square Gardennek egy színház termében rendezik ugye ezt a versenyt. Elég rendhagyó módon van a bevonulás is, hiszen a nézők közül jönnek gyakorlatilag a játékosok. Szóval Brandon egy elég komoly utat járt be, hiszen ő az, aki búcsúztatta sokak által hiányolt Danny Baggist, illetve Danny Laubit is az idevezető úton. Úgyhogy a kvalifikációs versenyen, ahol megszerezték a US Darts Masters-en való részvételt, az egyben a North American Darts Championship-re is selejtező volt. Tehát ugyanaz a 8 játékos játszik ma, mint akik tegnap játszottak a PDC sztárok ellen. Csak most egymás ellen játszanak. Mint ahogy például a két győztes, aki ugye nagy sztárt búcsúztatott, hiszen ugye Jeff Smith Peter Wright-ot verte 6-2-re, míg Jim Long, a másik kanadai, szintén 6-2-re verte Michael Smith-t. Ők egymás ellen is fognak játszani most majd a harmadik negyeddöntőben, úgyhogy azért itt majd tudunk arról is beszélni. Ugye 4 amerikai és 4 kanadai játékos alkotja egyébként ezt az észak-amerikai bajnokságot. Hiányzik Leonard Gates sokaknak. Is, hát a Baggis és Gates hiánya azért komoly hiány, hiszen ha valakik tudtak hangulatot teremteni, igen, a teljesítményükkel, a karakterükkel, a színpadon történő viselkedésükkel, igen, vagy hogy éppen kommunikáltak a közönséggel, ők azért nagy hiányzók. Így van. Hát Gates lehet, hogy matekkó repetáláson van éppen, nem tudom, most van ideje rá. Ezt a hétvégét kihagyhatta. Ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy ezek a játékosok azért már fognak tudni olyan színvonalat produkálni nekünk, ami abszolút az élvezetes kategóriába sorolható.
Ugye, hát európaiak számára nem túl kényelmes az esti időpont, hiszen hajnali egykor fog majd kezdődni az esti program. Közben dupla tízzel meg lehet a 2-0, de nem sikerül, úgyhogy Brandon 89-re jött. De hát akik ugye a jelenlegi amerikai sportokon edződtek, közben egy 89-es checkout. Azoknak azért nem újdonság egy hajnali közvetítések. De és ez a mostani etap pedig azt gondolom még magyar szemmel is teljesen kényelmes időben van. Ugye ott kint délután egy óra van, nem sokkal ebédidő után vannak, úgyhogy ott azért még nem az a kifejezett darts időszak van. Közben Brandon egy gyenge 26-ossal kezd. Itt van, igen, hát így van, oda vezet az út. Azért ebben a sportban ugye az Ellie Pelli a szentélye a sportágnak, úgyhogy nem csoda, hogy még Amerikában is ugye azért rajonganak, hogy valaki, vagy azért szurkolnak, hogy valaki oda bekerüljön, hiszen az egy óriási fegyvertény. Milyen takkónak vannak öltözve. Ez komoly. Sokan vannak rendkívül, de nem egy európai hangulatú. Hát igen, ezt megszoktuk azért, hogy nem, igen, nem kifejezetten. 79. Közben hagyj számoljak be egy nagy örömhírről, ugye ezen a hétvégén zajlik egyébként a European Tour selejtezőknek az utolsó hétvégéje erre az évadra. A 10, 11, 12 és 13. állomásnak a kelet-európai selejtezője zajlik, és ma volt a 10. 11. állomásé. És az első selejtezőn, ami Trierbe, Németországba szólt, ott a legjobb magyar Kovács Patrik volt, csak a elődöntőben kapott ki. Viszont a 11. állomásnak a selejtezős helyét sikerült Patriknak kiharcolnia. Úgyhogy szeptemberben a jénai versenyen, amikor majd nyitják az European Tour szezont, és pont a magyar verseny előtti verseny egyébként a 11. állomás, ugye a 12. állomás lesz majd a Hungarian Darts Trophy, ahol szintén játszani fog Patrik, tehát most már ez így harmadik versenye lesz. Szóval megnyerte a selejtezőt, és végre a cseheket egy picit felül tudtuk múlni. 5-3-ra verte Alexander Maseket egyébként a döntőben. Úgyhogy az első selejtezőben például Vitezlav Sedlak tudott nyerni, és ő 105,2-es átlagot dobott a döntőbe, vagy egészen parádés játékot mutatott a Cseffiú, de szerencsére ebben a selejtezőben ezt nem tudta megismételni, és itt viszont jön egy kiszálló Brandantal, és bizony helyreállította a rendet a meccsen belül, és most már ő vezet 2-1-re, ahogy a kezdések adták. Ugye Matt Campbell ez első számú kiemeltje ennek a American Darts Championshipnek, láthatjuk, hogy ott van a neve mellett a kiemelési pozíció, úgyhogy ez mindenképpen érdekes lehet, és akkor még gyorsan befejezem, hogy holnap még két selejtező lesz, viszont a magyar versenyre, ugye a kelet-európai selejtezőn a magyarok nem indulhatnak, ellenben lesz majd egy magyar selejtező kifejezetten a lengyel World Series-re, ugye, ami majd a következő állomása lesz a World Series sorozatnak július 7-8. Ott oda lesz biztosan egy magyar résztvevő, tehát ez egy érdekes mutatvány lesz, mert World Series-en még nem láttunk magyart, úgyhogy ez egy jó fejlemény, azt gondolom, és holnap fog kiderülni, hogy ki lesz majd az, akit látni fogunk. Úgyhogy a World Cup of Darts alatt, illetve előtt a podcastben majd mindenképpen be fogunk róla számolni, hogy hogy alakult a vasárnapi selejtező. Na most ugye Lajos is mondott, hogy Matt Campbell az első számú kiemelt meg az egyik legesélyesebb játékos ma este. Ezt az odds-ok is tükrözik, 1,3-es szorzót adtak az ő győzelmére, még Jason Brandon sikere 3,1-et ér. Tehát egyelőre Brandon vezet. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ez is természetesen, akárcsak az éjszakai mérkőzések 6 nyert legig tartanak. Majdnem sikerült pedig. Nézzük meg. 150, ebből már nem lesz. Na és akkor a 2-2 ért a dupla 10. Ott is van.
Campbell tehát egyenlít. Igen, hát ebből szeretnénk sokat látni. Igen, mert eddig csak egyet láttunk Campbelltől. 83 közeli átlagon van. Egyébként 40%-os kiszálló, viszont ellenfele Brandon eddig 100%-kal teljesít a duplákon. Igaz, 78-as átlaga, de ez az, ami gyakorlatilag most meccsben tartja őt, és nagyon jó pozícióban van. Egyébként Brandonnak a legmagasabb átlaga, amit valaha dobott dokumentáltan, az 102,95, amit a North American Tournak a harmadik versenyén produkált, Chuck Pulello helyett ellen. 102,95 az azért elég komoly. És járt ő már egyébként a World Masters-en, ugye ez a WDF-nek a nagy versenye, ahol meg 87,88 a legmagasabb átlag, ez Kai Fenlaung ellen dobta 2022-ben. A WDF-en is egyébként az amerikai ranglistán a negyedik helyen áll, úgyhogy elég aktív játékos. Na nézzük ezt közben a kerekítést. Le is rakta magát szépen 44 kör, 13 nyilas lehet ez a leg, hogyha bedobja Brandon. Azért Campbellnek meg gyűlik a baja az amerikaival. És megoldja, továbbra is 100%. Szépen halad előre Jason Brandon. Elvis szól a USA. 93. Azért Matt Campbell egy kicsit ebből a szempontból ismertebb, amiről már elmondtuk. 60. helyen van a PDC világranglistán, neki 109,98 egyébként a legmagasabb átlaga. Ezt a Matthew Edgar ellen dobta tavaly Barnsley-ban egy Players Championship-en, de ugye van neki VB szereplése is már, úgyhogy azért itt elég komoly múlt van már mögötte. Az kevés. De itt bizony most fel kell kötnie a gatyót, mert Brandon elég rendesen szorongatja, és egy ilyen rövid meccsen nem engedheti el Brandon, mert addig még oké, hogy mindig kiegyenlítget, de ha véletlenül break hátrányba kerül, akkor itt óriási problémája lehet Matt Campbellnek, hiszen eleve a meccset is Brandon kezdte. Viszont most elég jól halad, hogy ne legyen meg, és a dupla 20! Aztán, ez szép lett volna, de hát nem forog veszélyben nagyon ez a leg. Igen. Beindul azért minden esetre Jason Brandon. Igen, csak az a baj, hogy nem 20-asra kellett volna dobnia, bár mondjuk tök mindegy így utólag, de ugye 166 nem kiszálló. Vagy bocsánat, nem 20-asra, 18-asra kellett volna dobnia. Vagy búra. Közben miután a másik csatornánkon megy a női kézilabda bajnokok ligájának a négyes döntője, a Final Four. És 180! Rátekintek az eredményre, a Ferencváros Esbjerg mérkőzés eredményére, és ott 8 perccel a vége előtt 26-25-re vezet az Esbjerg. Hát izgalmas lehet. Amikor eljöttem otthonról, még 4 gól volt a különbség. Igen. Úgy látszik, hogy megint megpróbálják megcsinálni a nagy fordítást. Igen, jó lenne, ha az egyiknüknek sikerülne a kettőből legalább, ha már... Úgyhogy majd időről időre azért itt elmondjuk ennek a mérkőzésnek az alakulását, mert tényleg rendkívül kiélezett összecsapássá vált. Ó, és ez most hiba, mert ilyen kiszállón van, de azért magasan is körhátrányban van Campbellhez képest. Ugye most lőhet egy break Matt Campbelltől, aki nagyon türelmesen és jól játszott a vég, próbált 63-1 tripla 9-et dobni, na, de meg lehet a 160. Picit fölé dobja. Fú, de közel volt. Na és akkor itt jöhet a fordulat a meccsen. Igen, egy 54-es kiszálló hozhat egy brékleget Matt Campbellnek. A 20, meg is van. Megoldja.
Ginger Ninja már is előnyben, és most kezdhet, és most ő neki lehet break előnye. A hátsó pályát most a maga javára fordította az előbb, és nem kezd triplával. Hát ez elég nagy hiba. Csak akkor, akkor nem, hogyha szerencséje van. És szerencséje van, mert Brandon nem dob, még rosszabbat dob, mint ő. Látjuk, egy 13 és egy 14 nyilas kellett a fordításhoz. Ugye Campbellben ez benne van. Egyébként szokás szerint ugye a Sporttelevízió Facebook oldalán azért igyekszünk tartani a kapcsolatot a nézőkkel, úgyhogy nyugodtan lehet esetleg kérdezni tőlünk, hogyha valaki szeretne. 140. Most nagyon kellett neki. De onnan is jön egy tripla. Kérdés, hogy egy vagy kettő? Egy. Jó a tripla. 137. Ha lemegyek kiszállóra, lemegy, 100 pontot dob Brandon. De most érvényesítheti ezt a break-et. Uha, hetessel kezdett. Hát ebben a körben nem fogja érvényesíteni a break előnyt Matt Campbell. Volt már egy ilyen 160-as kísérlet, akkor az első nyíl az benne volt a tripla 20-ban. Most is ott van. De és a második most még csak a szektort sem találja el. 76-ig megy le Brandon. Campbell 60-ról 5-3-as előnyért. Nagyon szép játék Matt Campbelltől. És neki is nagyon rendben van a kiszállója, nézem is az átlagokat. 90 fölött van most már Matt Campbell, és a kiszállói is nagyon ülnek már. 9-ből 5. Oh, 140, még ha nem is 180, de nagyon jó kezdés. 5-ből 2 volt egyébként az előbb még Matt Campbellnek a kiszállózás, onnan lett 9-ből 5, tehát 4-ből 3-at bedobott, ez azért egy nagyon szép javulás, és ugye még mindig 100% Brandoni, 3-ból 3. Egyre jobb hírekről tudok beszámolni, mert 27-26-ra vezet a Ferencváros. Jaj, akkor itt van izgalom bőséggel. Ez 60, mármint 60, 100 nélkül. Megint jön a tripla. Hát ugye itt most ezt Campbellnek igazából nem egy kötelező mutatvány, hogy úgy mondjam. Itt azért nyugodtan lazíthat egy kicsit. Persze nem árt készenlétben lenni, hiszen Brandon is még azért nem dob. Tehát amíg nem dobja ki a kiszállt, addig persze oda kell kicsit figyelni, de látszik, hogy az amerikai szurkolók sokkal inkább megnyilvánulnak Jason Brandon jó dobásainál, hát ez mondjuk azért némileg hazai pálya. 140-nel azért oda pörköl Campbell, hogy azért ne érezze magát olyan nyugodtan Jason Brandon, és 100% oda. Uha, fogynak a lehetőségek. Ó, az nagyon-nagyon távolra kerül. És most ezért nem mindegy, hogy ott marad valaki a másik nyakán, mert itt van, és egy nyila lehet Campbellnek. És a dupla 16-tal tovább is dobhatja magát, de nem sikerül. Még túlórázhat Campbell. És Brandon kap egy újabb lehetőséget, ez az három nyilat. Dupla 5. És bedobja. 5-4. Na de most jön az igazi nehézség Jason Brandon számára. Brékelni kellene. Azért van itt lelkesedés. Nagyon jó a kezdés Campbellnél. Hát ez viszont nem mondható. Ez viszont a lehető legrosszabb. És Campbell most már ezt végig akarja vinni.
123. Már legyint rá Brandon. Ez sem volt egy erős kör. Egyre jobban nyílik az olló. Igen, itt most azért Campbell oda rakja magát. Pontosan azt játsza, amit kell ilyenkor. Ott volt, megpróbálta az esélyt kihasználni az előbb, de igazából neki ezt a brékleget, amit megszerzett, ezt most kell kihasználni, amikor 5-4-es előnynél ő kezd. És ezt egészen jól teszi. 28-26-ra vezet a Fradi. Sohazra kevesebb, mint 3 perc. Hát azért óriási bravúr. Női kézilabdában nem egy életbiztosítás. De jó a tendencia viszont. Ugye hát hátrányból. 3 Borzsinórban, úgyhogy nyerő széria. Itt viszont nyerő szériában van Campbell, és meg is oldja egy 18 dupla 16-os kiszállóval ezt a problémát, hogy bejusson a legjobb 4 közé. Úgyhogy az első továbbjutónk megvan az elődöntő, a Matt Campbell, a kanadai Matt Campbell. Egy kanadai bent van, még egy biztos lesz, hiszen van egy kanadai elődöntő, egy negyed döntőnk, de reméljük amerikaiak is azért majd sikeresen veszik az akadályt. És ez Spellman-Davis mérkőzéssel folytatjuk. Most például biztosan amerikai lesz a továbbjutó.